Mennyire sikerült már felvenned az Erste Ligának a ritmusát, azért itt elég sűrű jönnek egymás után a mérkőzések. Hát igen, főleg így, hogy ugye, amikor eljöttem, egy kéthegyes kiadjásom volt így meccsügyileg. Elég komoly megterhelés így ez a hét, hogy egyből három meccset játszunk, de szerintem sikerült újra fölvennem ezt a tempót. És hát mindjárt visszaverekedted magad az első sorban, erre gondoltál, hogy ilyen jó pozíba leszel majd a régi új csapatodnál? Nem, igazából ez nincsenek első sorok, mindegyik sor ugyanolyan erős, szóval ez nem is számít. Mai mérkőzésről beszéljünk. Mondhatjuk azt, hogyha csak arra az eredményt nézzük, hogy ez hamar eldőlt, de azért ez nem volt ennyire sima, mert a DVD-ken nagyon nyomott azért, hogy szorosabbá tegyék ezt a meccset, te belülről ezt hogy érezted? Nagyon küzdős meccsnek éltem meg. Az első harmadunk az kifejezetten jó volt, a másodikba kicsit mi is belementünk ezekbe a kiállításokba, és úgy érzem, hogy a harmadikra kicsit meg tudtunk nyugodni, és a saját játékunkat tudtuk újra játszani. Hát, ha csak ránézzünk az eredményre, hogy alakult, akkor azt lehet mondani, hogy ez a BL-nak sima volt, de hát néztük a meccset azért nem, mert küzdöttetek, csak valahogy egyszerűen semmi nem jött be a gólon kívül. Így igaz. Tehát picit az öltözőben maradtunk, vagy is inkább az öltözőben, a Miskolcon maradtunk egy picit a mérkőzés elején, meg a második harmad elején főleg. És ebből nagyon nehéz volt felállni ebből a szituációból. Ugye a harmadik harmadban mindent megtettük, csúsztunk, másztunk, de ilyenkor egy picit a szerencse a BIA mellé állt, és nem ment be a következő gól, ami még jobban felébresztette volna a csapatunkat. Amit ki lehet emelni mondjuk pozitívumként, ez a gólod, mert hogy az nagyon tetszetős volt, hogy történt, hogy élted meg ezt a pályán. Igazából szerintem pont lejárt az ember előnyünk, és úgy gondoltam, hogy beviszem a harmadba a korongot. Picit szétnyíltak a hátvédek, és megpróbáltam átvinni közöttük, és sikerült, aztán igazából bement. És erre lehetett volna húzni egyet, hogy utána forba kerültetek megint, tehát az egyszerűen béja levédekezett titeket. Igen, tehát hogy utána hiába csúsztunk, másztunk, egyszerűen semmi nem jött össze. Ha pattant a korong, ha a palánkról úgy pattant ki, hogy a B-nak volt szerencséje egy picit, vagy nekik az ő szénájukra állt az egész. Tehát hogy nehéz volt így mentálisan ez a mérkőzés nagyon nekünk. Ezen múlott, hogy nektek volt rossz napotok, vagy tényleg nekik annyira összeállt most a játékuk, akár védekezésbe, támadásba, hogy ez ennyi különbség volt a két csapat között? Szerintem inkább nekünk volt, tehát mi nem voltunk önmagunk. Nem játszottuk azt, amit játszani tudunk, amit akár pénteken játszottunk a Deacerren, és rájuk ugrottunk, ez egy picit elmaradt, és ez volt szerintem a probléma. Itt a mérkőzés közben azért néztem a tabellát, és volt olyan periódus, amikor ti voltatok újra lépésarányban a Gyergyóval szemben, de képzeld, hogy 4-0-ra vezetett a Csíkszered, és 8-5-re nyert a Gyergyó, mit szólsz ez az eredményhez? Nem foglalkozunk a többi csapattal, magunkkal foglalkozunk. Hogy látod, hogy visszatértél a BIA-hoz, gondoltad volna mondjuk, amikor a nyáron még a felkészülés velük végezted, hogy ennyire jól fog majd menni a csapat? Nem, abszolút nem is gondolkodtam ugye ilyeneken, mert úgymond a saját karrieremre próbáltam koncentrálni, de örülök, hogy a srácok ilyen jól mennek. Kicsit fel lehet tölteni mentálisan is, fizikálisan is. Neked most a válogatottban sincsen jelenésed, mennyire kell most ez az egy hét szünet, hogy egy kicsit feltöltöd? Hát egy hét szünetünk nem lesz igazából, mert két napot kaptunk, szerdán edzünk újra. Fontos lesz, mert a családommal tudok többet lenni, és ugye így, hogy most nincsenek mérkőzések, még többet tudok otthon segíteni a gyerkőcökkel. Mondtad a Jégkorong blogon, hogy nem tudtál jönni a novemberi összetartásra, most viszont ott van a neved. Várod már ezt az összetartást, bár nem lesz ott ugye Kevin Konstantin éppen. Persze, attól függetlenül nagyon várom, a srácokat is, ugye úgy mindenkit ismerünk, jó lesz.